Október 23-a minden évben a szabadság napja. Ekkor országszerte az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékezünk. A nemzeti ünnep hazánkban az iskolai élet megszokott rendjébe is változást hoz. A Hévízi I. és Gyula általános iskolában idén is a 8. osztályos tanulók készültek ünnepi műsorral. Minden közösség életében nagyon fontos szereppel bírnak a közösségi rendezvények. Egy megemlékezés, egy olyan ünnep, amikor az iskola közösség együtt lehet, nagyon fontos a számunkra. A Hévízi I.-s iskolában a történelmi hagyományainkat, a nemzeti értékeinket kiemelten kezeljük, és hosszú évek, évtizedek óta nagyon törekszünk arra, hogy méltóan ünnepeljük meg a nemzeti ünnepeinket, ezáltal a gyerekeket megtanítsuk arra, hogy mely közösséghez tartoznak. A végzős általános iskolások évről évre izgatottan várják a lehetőséget, hogy hazánk történelmének egy fontos pontját ők mutathassák be. Kiemelkedő alkalom ez számukra, hiszen így diáktársaikkal is éreztetni tudják a nemzeti ünnep jelentőségét. Itt az iskolában mindig megünnepeljük, így fontos a család és a nemzet összetartásához ez az ünnep, és ilyenkor a kórus is fellép zenés számokkal, ugye, meg nekünk is segítettek most is énekelni, úgyhogy elég szép műsor lett, azt hiszem. A műsorban szereplő tanulókat az iskola két pedagógusa, Bóka Nóra és Szekeres Barbara készítette fel az előadásra. A nyolcadikosok egy-egy forradalmár bőrébe bújva énekeltek és szavaltak a megemlékezésen. Nagyon jó érzés volt a felkészülés is, és maga a műsor. Jó egy ilyen fontos megemlékezésen részt venni, mert fontos az országnak is, meg alapjáraton az iskolának is. 1989 óta ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon. Az 1956-os forradalom kitörése mellett a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja is, így hazánk múltjának két meghatározó eseményére emlékezünk ilyenkor. A diákok teljes előadását megtekinthetik magazinműsorunkban.